Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt szentes lakossága! Ünnepi műsorunk tehát kezdetét veszi. Még egyszer nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki velünk és közösen tudunk ünnepelni a mai nap alkalmával az egykori Petőfi szálló szecessziós ház átadási ünnepségén. Szentesváros több évtizedes álma, hogy a mögöttem látható épület megújuljon és a régi fényében pompázzon. Ez a mai nap alkalmat ad arra, hogy egy álom megvalósuljon, és további álmokat szőjünk talán. A Norvégia, Liechtenstein, Izland által létrehozott EGT alap első lépéseként az utcai homlokzat és több mint 500 négyzetméter szecessziós tér újult meg. Ma ennek örömére tisztelgünk a szecessziós ház előtt. A következőkben arra kérek mindenkit, hogy irányítsuk a figyelmet a kivetítőre, hiszen egy rövid bejátszást fogunk látni, hogy az elmúlt hónapokban milyen munka történt meg, és hogy az elmúlt hónapokban valóban mekkora átalakulásról tudunk beszélni. Nézzük meg közösen a kivetítőn ezt a videót. Mai estén színes bejátszásokat még látni fogunk a munkafolyamatokról, illetve az elkészült eredményről, és természetesen önök is megtekinthetik nem sokára, 30 fős turnusokban, így türelmet és toleranciát kérnék majd mindenkitől. Na, kezdjük ünnepi műsorunkat, amelyben egy kicsit a múltat idézzük, és természetesen a jelent, hogyan lehet ötvözni a régit és a mait. Erre fogunk látni különböző érdekes és nagyon-nagyon színes példákat. Az egykori Petőfi szállóban rendezett kávéházi estek és zenés vacsorák szórakoztató mi voltát az élő zenét közvetítő zenészek és énekesek biztosították a 20. század hajnalán. Minden eseménynek rangot, tartást és persze jó hangulatot kölcsönzött az élő zene. A következőkben ezt idézi fel nekünk az a fiatalember, akinek felmenői szintén a Petőfi szálló zenészei voltak, s gondoskodtak oly sokszor a jó, a melankólikus, az elgondolkodtató hangulat zenei alapjáról. Kállai Lajos Zsolt, a Szentesi Lajta László Alapfokú Művészeti Iskola tanulójának előadásában hallhatják Hegedűn Maszné Meditáció című művét. Felkészítő pedagógus Szúnyo Gabriella tanárnő, zongorán közreműködik Csúcs Ádók Anita tanárnő. Hölgyeim és uraim, fogadják nagy-nagy szeretettel Kállai Lajos Zsoltot!
Kállai Lajos Zsolt, hölgyeim és uraim, tehát köszönjük szépen. Folytatjuk tovább műsorunkat, hiszen az egykori esti hangulat felidézése továbbra is a cél. Ebben segít nekünk a továbbiakban Monzinger Gabriella, a Horváth Mihály Gimnázium tanulója. Zongorán kíséri Majtényi András, Szentesváros díszpolgára zenepedagógus. Kérem, fogadják őket nagy-nagy szeretettel. Thank you.
Monziger Gabriella és Majtényi András. Az egykori Petőfi szálló kávéházi milliójét idézve, kérem hallgassák meg a következőkben Ady Endre Kávéházban című versét, aki előadja Pabdi Dániel, a Horváth Mihály Gimnázium tanulója. Fogadják őt szeretettel! Ady Endre kávéházban. Kávéházi sarokasztal körülüljük szépen, így szoktuk azt minden este, így szoktuk azt négyen. Diskurálunk, elpletykázunk egyről másról sorba, másképpen a téli este rém unalmas volna. Egyik színész, másik költő, összeillik szépen, valamennyi bohém fiú van miről beszéljen. A hír és név, a dicsőség valamennyi célja. Mégis úgy elborong a négy fiú néha. És ilyenkor biztatgatjuk, vigasztaljuk egymást, másra visszük a beszédet. Lesz-e holnap teltház? A szép Lili kap-e csokrot? Írt a hadnagyának? Addig-addig beszélgetünk, míg elfut a bánat. Olykor-olykor kijelöljük, hogy ki beszél máma. Mindenkinek van valami jó históriája. Elsiratott ábránt éled mindenik mesébe, visszajönt az ifjúságnak messze bolygó fénye. Egyik este véletlenül én jöttem a sorba. Mesélni a féltett múltról nekem kellett volna. Amit talizmánnál tesznek hosszú, kínos évek, a legelső szerelemlől szóljon hát az ének. Belekezdtem, de egyszerre megbénult a lelkem. Feltárult a múlt előttem, emlékekkel teltem, egy kis város, ahol egykor olyan boldog voltam, egy szép leánykiről egykor annyiszor daloltam. Elszédített ennyi emlék, szemem könyvbe lábadt. Miért is kérdezték az én hús históriámat? Bánat ült a fiúk arcán, elhallgattak szépen. Ott csillogott az a könycsepp, mindnyájunk szemében. A századforduló idején kitüntetett és közkedvelt helyszíne volt ez az épület a kultúra sokszínű és vidám tárházának. A következőkben a kor hangulatát idézzük századfordulós társas táncokkal, a Silver Tánc és Sportegyesület előadásában, így felkérem az egyesület vezetőjét, Szatmári Nagy Szilviát, hogy mutassa be nekünk a következő táncokat. A palotást eleinte főleg királyi és fejedelmi udvarokba táncolták. Elnevezését is várak, kastélyok díszszermeiről nyerte. Ünnepélyes tartású, derűs, lovagias hangulatú társas tánc volt, mely a 18. és a 19. században érte fénykorát. A palotás részben a vermunkoson és a friss pároson alakszik, de érvényesül benne a férfias magyar virtus is. Ezt az előkelő táncot fogadják sok szeretettel a Silver Táncsport egyesült párosaitól. Schwarz Péter, Lengyel Helga, Kós András, László Szilvia, Bődi Lihát, Prozlik Anna, Szalka és Szabó Gábor, Haddad Szabrina előadásában. Thank you.
Hörduna keringő ifjabb Johann Strauss 1866-ban komponált leghíresebb műve, a történelem eddig legtartósabb sikerű tánczenéje. Első bemutatására 1866. február 13-án került sor Bécsben. Erre az egyik legsikeresebb és leggyakrabban játszó zenekari műre táncol most önöknek László Csaba Páli Viktória, valamint Rónyai Zoltán Busadóra.
kedves vendégeink, hogy a hangulatot még fokozzuk, de hamarosan ígérem, most már tényleg kinyit a ház, és meg lehet majd 30 fős turnusokban tekinteni. De az elmúlt hónapokban olyan sokszor szóbeszéd tárgya volt a Petőfi szálló, hogy vajon hogy áll az építkezés, hogy vajon mikor lesz kész, hogy milyen fázisai voltak, milyen állomásai voltak egy-egy rész megépítésének, megújulásának. Nagyon sokan kérdezték az önkormányzattól, nagyon sokan kérdezték az itt dolgozó emberektől, hiszen óriási munka volt és egy hatalmas csapatmunkát igénylő teendő, ami itt az elmúlt hónapokban történt. Így szeretnénk minden kíváncsiságot kielégíteni a mai ünnepségünk alkalmával, így tekintsünk majd a kivetítőre, és fogadják szeretettel azt a klippet, amely az elmúlt hónapokat foglalta nekünk össze. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, ünnepi, történelmi pillanatok előtt állunk, hiszen néhány perc múlva kinyílik az egykori Petőfi szálló szecessziós ház ajtaja, és átadásra kerül a lakosságnak. Tisztelettel felkérem Szentesváros polgármesterét, Szirbik Imre urat ünnepi köszöntője megtartására. Kedves szentesiek, kedves barátaim, megcselekedtük. 20 esztendeje minden szentesi álmodik arról, hogy egyszer az ajtó kinyíljon újra a Petőfin, és újra beléphessünk.
Hosszú volt az út. Nagyon hosszú. 20 esztendők óta, amikor elkezdtük ennek a városnak a gyönyörű építését, minden egyes lépésünkkor legyen az a zsinagóga könyvtár realakítása, legyen az a kurca megreformálása, legyen az elkerülő út, hisz ma már nem törölnek kamionok át Szentes szívét, akár a megújult főtér, mindig azt kérdeztük. Igen, de mikor lesz a Petőfi? Megéljük-e még, hogy újra a régi fényében ragyogjon? Megéltük. Itt vagyunk, mi szentesiek közösen, akik végig küzdöttük ezt az utat. Sokan voltak rajta társai. Mérnökök, akik megálmodták Komor Marcell egykori terveit mai formájára, építőmunkások, akik szűk fél esztendő alatt a rombolt csodát varázsoltak, és külön köszönjük azoknak, akik erre forrást biztosítottak. Három ország. Hárman, akik nem tagjai az európai közösségnek, de az Európai Unióval kötött pénzügyi alap alapján Szentesre így jutott 1 millió euró. Izland, Liechtenstein és Norvégia. Köszönjük nekik. Anyanyelvükön Takk Norvégi, Takk Iceland, Merci Liechtenstein. És köszönjük a magyar döntéshozóknak, akik a város projektjét méltónak találták, hogy abban a hatba ott lehessen, amely ebből a programból Magyarországon megvalósult. Első lépés. Hisz ami mögöttünk áll, belsejében az épület egy tized részét jelenti. De az első lépés mindig a legnagyobb. Ahogy a Holdra lépő Armstrong is fogalmazott, ugyan lehet, hogy egy kis lépés az embernek, de ugrás az emberiségnek. Nekünk ez a pillanat egy nagy álom első lépcsője. Majd jön a második lépcső, hisz itt mögöttem a színház felé az ajtót egy idegenes lap zárja. Ma ünneplünk. De kedden már Budapesten a műemlék zsűri előtt ott fekszenek majd a színház tervei, és én bízom, a bélyegző azt jelenti, hogy a terveket a tervező kidolgozhatja, beadhatjuk a pályázatot, a döntéshozók gyorsan döntenek, és bő 2 esztendő múlva talán ez az ajtó is kinyílik. Most még az ablakokon, fönt a felső részen díszletek vannak. De az ajtók már a földszinten valódiak, hogy beléphessünk rajta. Az úton sok akadály volt. Sok minden más is volt, zsákutcákba is futottunk, megküzdöttünk, tapasztaltunk, de erőnkkel, saját lehetőségeinket összetéve előre jutottunk. Ez az épület a célokat soha fel nem adó, megalkuvás nélkül a városért küzdő szentesi ember szimbolizálja. Azt, hogy a legreménytelenebb pillanatban is lapra tudtunk állni, céljainkat nem feladva építeni, alkotni tudtunk. Ma Szent Iváni éje van. És nem véletlen a nap, hogy ezt választottuk az ajtó kinyitásához, hisz itt a legrövidebb az éjszaka és leghosszabb a nap, legrövidebb a sötétség és leghosszabb a fény. A fény, amely a tisztaságot, a reményt, az álhatatos küzdelmet és a másik szemébe való nézés lehetőségeit adja. Az úton értékeket emeltünk és mértéket állítottunk. Értéket, amely azt mutatja, hogy az a város apáik és őseik örökségéből építkezve egy élhető otthon teremt, és mértéket, hogy ezt az úton, aki haladni akar és vezetni akar, az ebbe adta mérce alatt
nem cselekedhet. Számára ez a minimum, számára ez a követendő dolog. Néhány pillanat és az ajtó kinyílnak. Az ajtók valóságban és jelképesen is. Jelképesen ennek a városnak a nyitottságát, tisztaságát, összefogása, kész munkáját bizonyítja. Azt, hogy jó szívvel tárja ki a polgárai előtt, és jó szívvel az idegenek előtt. És nyíljon ki valóságban, amely azt mutatja, hogy mi mindig készek vagyunk, és nyitottak vagyunk. A léggömbök néhány perc múlva elindulnak a világ száz szája felé. Rajta egy-egy jó kívánsággal, egy üzenettel, szentes élni akarásáról, szentes hitéről, és szentes erejéről arra, hogy képes összefogni, építeni és boldognak lenni. Kiki ráírta a cédulára a maga üzenetét. Én hadd olvassam fel, hogy én mit írtam rá. Köszönet mindenkinek, aki az úton társunk volt, szentes szabad polgárainak mali boldog napja alkalmából. Kérem, indítsuk el a világ felé a léggyöngyeinket, és táruljanak ki az ajtók. Hajrá, szentes! Tehát ez a mai este ezt jelképezi, ez a sokszínes lufi, amely a város sokszínűségét, vidám hangulatát is jegyzi, az üzenetekkel messze szállt már. Innentől kezdve, kedves vendégeink, nyitva a szecessziós ház, az egykori Petőfi épülete, 30 fős turnusokban tehát megtekinthető. Nem fog addig bezárni ma éjszaka Szent Iván éjjelén az épület, amíg mindenki meg nem nézi. Így kérem önöket, hogy a biztonságunk érdekében legyenek toleránsak és legyenek tekintettel egymásra, hiszen holnap délelőtt 9 órakor véglegesen kinyit a Petőfi kávézó, és bárki megtekintheti az épületet. Türelemre és óvatosságra intek, és kérek tehát még egyszer mindenkit. És természetesen folytatjuk az ünneplést, hiszen hamarosan a dívák érkeznek hozzánk, ha már századforduló, egy igazi Moulin Rouge hangulatot fognak nekünk ide varázsolni. Lassan érkezik Kós Réka, Ladinek Judit, illetve Fésűs Nelli. És még egyszer kérem önöket az épület megtekintése során, hogy vigyázzunk egymásra biztonságunk érdekében. Néhány perc, és a színpadon köszönhetjük a dívákat. Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams. Szárnyal a Westfold a hírnék, Stroin egy hangjai száj. Átölelnék minden embert, és átad lettem hozzá.
Oh,
Köszönjük szépen!